ez gitárban áll, ez az. Rejtélyes dalam kerül, hol fél is táncra merül, megrész egy égé az éjszakán, megáll. Játszik csak gitár, hogy én még ezt halljam, cinkos halni láttál, zöld ez a dalam. Halál a szemedőjel, hallgatok mindenkinek, a régi jazz gitár. Érződik az egész településből valamiféle pozitív áramlás és pozitív kisugárzás, hogy jöttünk végig szépen gondozott földeken, és hogy beértünk a városba, szintén szépen gondozottak, néztem így a rózsákat az útszéren, a szép házakat, a szép új épületeket, mint hogyha, mit tudom én, itt egy pár éve valami varázslat történt volna, és mindent megcsinált volna valaki. Hogyan talált meg benneteket ez a stílus? Ugye egy nagyon jellegzetes stílusnak a képviselői vagytok. Mikor jött ez, vagy mióta csináljátok? Volt esetleg más stílus, amivel foglalkoztatok, vagy születésetektől kezdve csak ez? Igen, tehát erre csak azt mondani, hogy igen, születésünktől kezdve, konkrétan személy szerint én 6 éves korom óta vagyok a rock and roll őrültje, akkor kezdtem el először ezt a zenét hallgatni, és játszani pedig olyan, hát olyan 11-2-3-4-5-6 éves korom óta, és azóta is csak ezt és semmi mást. Tehát ez így megtalált minket, és itt vagyunk. Változott-e valamit a dalválogató óta a zenekarnak az élete, vagy minden ugyanolyan, mint eddig, az csak egy ilyen kis plusz volt? Tulajdonképpen azt is lehet mondani, hogy igen, ugyanaz, mint eddig, ugyanis a dalválogató előtt körülbelül már 1600 koncertet adtunk így, és a dalválogató óta meg még csak 50-et. Tehát igazából még nem is nagyon tudjuk felmérni, hogy hozott-e valamilyen változást. Azt mindenképpen, hogy az új magyar nyelvű dalaink és az új magyar nyelvű lemezünk, ami nemrég jelent meg, azért egy jó nagy ismertségnek örvend, és nagyon-nagyon sikeres, és nem sokára aranylemez lesz, úgy tűnik. Ilyenkor a koncert előtt mi zajlik az öltözőben? Hogyan készültök fel egy ilyen estére? Itt Mórahalmon például az történik, hogy ugye itt van a közismert Rétes király, aki meghívott minket ilyen rétes parádira, rétes válogatása, úgyhogy nem tudom, a pacsaros meg a csirkemájas rétes mellé még azért szerencsére kaptunk mákost, barackost, almest, és sütizni szoktunk, meg ilyen kis magyarókat rágcsálunk, vizet iszunk, és készülünk a koncertre. Nézzük, összeérjük a műsort, a sorrendet, és kitaláljuk épp az aznap estére való legjobb dolgokat. Tekintsünk egy picit a jövőbe. Mire készültek a közeljövőben, vagy távolabbi jövőben? Lesz-e valamilyen különleges, akár koncert, vagy valami nagy durranás? Különleges koncert lesz, ez pedig nem más, mint az MR2 Symphonic nevű koncertsorozat, ami most idén lesz a negyedik része. Mi ebben felkérést kaptunk, tehát egy ilyen 60-valahány ezer tagú fúvósos, vonósos, ütősös, szimfonikus zenekar fog mögöttünk játszani, és lesz egy partnerünk, aki nem más, mint Pásztor Anna, ugye az Anna-Len Barbiz énekesnője, és vele fogunk közösen, illetve külön-külön is néhány dalt elénekelni majd a Millenárison, azt hiszem szeptember közepén, illetve van még egy nagyon érdekes dolog, azt nem tudom, tudjátok, hogy most lesz nem sokára újra ilyen nagy Miss World Hungary választás, szépség királynő választás, ahol mi majd ott a döntő alatt így rockabilly muzsikával fogjuk szórakoztatni a szép lányokat. Köszönjük szépen!